Néhány hét és sok minden megváltozik a Nyíregyházi Egyetemen. Az augusztus 1-i fenntartó váltást mind az oktatók és dolgozók, mind a hallgatók érzékelni fogják. Előbbieknek 2x15%-os béremelésben lehet részük, és a differenciált bérezést is bevezethetik körükben az alapítványi formával. A hallgatók pedig a tervek szerint színvonalasabb oktatást kaphatnak, attól azonban nem kell félniük, hogy az államilag finanszírozott helyek megszűnnek a jövőben. A most végzettek közben már a záróvizsgáikon is túl vannak. Beszélt róla a 35 percben a felsőoktatási intézmény rektora. 690 hallgató tett záróvizsgát, ez sikeresek voltak a záróvizsgák, természetesen a járványügyi szabályokat betartottuk, és mindenképpen meg fogjuk tartani a július 3-án 11 órakor a diplomát adó ünnepség, oklevélát adó ünnepségünket. Nagyon várják ezt a fiatalok, hiszen tavaly előző évben ez elmaradt, úgyhogy most jelentkezhettek az oklevélát adó ünnepségre a januárban záróvizsgázott hallgatók is, és a most záróvizsgázott hallgatók is. Azok is megkaphatják ráadásul diplomájukat, akiknek nincs még nyelvvizsgájuk. A családokért felelős miniszter csütörtökön közösségi oldalán jelentette be a jó hírt. Noha az amnestiát a beszélgetés idején még nem lehetett biztosan tudni, a rektort a már tavaly is elrendelt intézkedés jelentőségéről is megkérdeztük. Ez a mi térségünkben azért nagyon fontos, mert azért egy nyelvet megtanulni, nyelvvizsgázni nagyon nehéz úgy, hogyha igazából nem tud mondjuk a diák magántanárhoz fordulni, és nálunk valóban nagyon kevesen engedhetik ezt meg maguknak, és ezért nagyon sok hallgatónak nincs meg a nyelvvizsgája. Az intézményi vezető beszélt a műsorban a gyakorlati képzések fontosságáról is. Mint mondta, eddig már mintegy 70 céggel kötött az egyetem együttműködést, ahol a hallgatók teljesíthetik gyakorlatukat.